Hello mindenki, ismét egy online képszerkesztő, ezúttal a Polar Photo Editor, illetve egészen pontosan a Polar Express, amivel korábban már foglalkoztunk, hiszen a Polar Photo Editor része az fizetős, havidíjas, az Express része viszont ingyenes, és abban is elég érdekes effektusokat tudunk létrehozni. Többek között valami hasonlót, mint amit itt láttok a fönti képen, tehát ilyen színeltolást... Már-már olyasmi effektust, mint amikor az objektívetek színhibás, de annál azért durvábbat. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez, és hogyan érhetjük el az ingyenes változatát a Polárnak. Először is, mondjuk a bejelentkező oldalon, ami jelen esetben most ez, itt a Webre kattintsatok. Ezen belül pedig rögtön felajánlja a havidíjas Pro változatot, de elég nekünk ide fönt a launchra kattintani, és ezután már benn is vagyunk az Express változatba. Képeket pedig úgy nyithattok meg, hogy például itt a bal felső sarokban erre a kis gombra tenyereltek, és aztán bármilyen képet kiválasztottok a számítógépetekről. Nálam itt már két kép be van töltve, fekete-fehér képekkel is nagyon jól működik, sőt, ott mivel a színek ugye nem zavarnak, nagyon szépen el tudjuk húzni egymástól a színcsatornákat, hiszen csak erről van szó, a színcsatornák eltolása, nagyítása a lényege ennek az effektusnak, és ha a fekete-fehér képed egy RGB kép, tehát tartalmazza a vörös, a zöld és a kék színcsatornát, ebben az esetben Lehetséges ezt az effektet használni. Általában bármelyik webről letöltött kép az RGB akár fekete fehérben is. Szóval, miután betöltötted a fényképet, itt oldalt a jobb oldalon látsz különböző ikonokat, amik a különböző effektusok és a különböző szerkesztési lépések csoportjai. Nem biztos, hogy ezeket, nem biztos, hogy ezekben a sorrendben látod, ugyanis itt alul van egy pluszjel, amivel saját magunknak tudjuk összeválogatni, azokat az effektusokat, illetve azokat az eszközöket, amit használni szeretnénk. Én itt most betettem gyakorlatilag mindent, ami nem a Pro, vagyis a fizetős verzióhoz tartozik. Ami neked szükséges lesz ehhez az effekthez, az kettő. Az egyik az effects, vagyis az effektusok, tehát erre rákattintva már is bekerül ide a listába a fehér, illetve a color, vagyis a színeknek az állítása. Ezt a kettőt fogjuk használni. Az összes többi az opcionális, ehhez most nem nyúlunk a mai nap. Szóval keresd meg először is az effektusokat, ami, ha jól látom, itt nekem a végén van. Mondom, ez attól függ, hogy hová kerül, hogy éppen mikor tetted be ebbe a listába. Szóval az effektusoknál a fringing lehetőségre van szükségünk, és a beállításaira. A fringing lehetőséggel, hogyha itt az intenzitit bármelyik irányba eltolom, akkor már is láthatjátok azt az effektust, amit meg szeretnénk itt oldani. Körülbelül a kép közepét érintetlenül hagyva, attól kifelé egyre erősebben eltolja, nagyítja a színcsatornákat egymáshoz képest. Attól függ, hogy melyik színek tetszenek, abba az irányba húzd, itt most uh, inkább a kék dominál, illetve a hűvösebb színek, a másik irányba pedig inkább a melegebb színek dominálnak. Miután beállítottad ezt az erősséget, itt a centerre kattintva, már is megkapod azt a középpontot, ahonnan kifelé nagyítja ezeket a színcsatornákat, ezt bárhová húzhatod a képen, az a rész, ahová húzod nem lesz változtatva, ahhoz kifelé pedig egyre erősebben lesz megváltoztatva a hue-val a színezetét állíthatjuk be, tehát ha nem tetszenek ezek a színek, akkor át tudod őket variálni másfélékre, nekem tetszenek. A radius -szal pedig azt tudod beállítani, hogy ez a terület, amit érintetlenül hagy, ez kifelé mekkora legyen. Minél nagyobbra állítod, annál nagyobb területen fog egyre kevésbé érződni ez az effektus. És minél kisebbre állítod, annál nagyobb területén a képnek. Tehát látjátok így már a szájnál és a szemeknél is elég erőteljes, ha viszont nagyítom a rédiuszt, akkor az arc szon szinte semmit nem látok, csak a kép szélein lesz ez jelen, de nem is annyira erőteljesen. Szóval ezzel, ennek a csökkentésével az erősségét is tudjuk állítani ennek az effektusnak. A zoom blur lehetőséggel pedig el tudjuk mosni ezt az effektus, tehát nem ilyen éles szegélyű lesz az elválasztás a színcsatornák között, hanem elmosott. Hasonló a Rotation Blur, amivel elforgatva moshatjuk az egészet, ez egy kicsit finomabb hatás egyébként. A radius még egy kicsit itt állítom, hogy az arcon azért olyan sok ne látszódjon ebből, csak így a hajaknál. És hogyha oké, okay, akkor akár itt a centerre kattintva, akár itt alul erre a DAN gombra kattintva befejezhetjük. Emellett még a színek állítását azért javasoltam, hogy, amit egyébként itt ezzel a két cseppecske ikonnal találsz meg, mert ebben még tudjuk állítani esetleg a színezetét vagy a szintelítettségét a képünknek, hiszen most már nem csak fekete-fehér, hanem színek is vannak a képünkön. Például itt a tintel melegebb vagy hűvösebb színeket is be tudunk állítani, illetve a tempel. Van egy másik érdekessége ennek az effektusnak egyébként, mégpedig az, hogy nem csak ilyen finoman, hanem nagyon erőteljesen is tudjuk használni. Ezt egy másik képen szeretném nektek bemutatni. Itt van egy szintén fekete-fehér, táncosokról készült fénykép, aminél ugyanúgy az effektusoknál ezt a fringinget fogom használni, beállítok valami jó erőteljes hatást az intenzitinél, mínusz százast. Itt igazából a radius nem is annyira fontos, vagy nem is annyira lesz fontos, itt a center gomb, ami nagyon fontos. Ha rákattintok a center és a középpontnak a beállítására, abban az esetben az egész képemet el tudom jócskán tolni a képernyőn. Egész addig, amíg a centerem az valamelyik sarokban nem, vagy valamelyik szélére nem kerül a képnek. Ez amiatt érdekes, mert hogyha megragadom ezt a center állítót, ugye, amit az előbb itt szépen beállítottam, akkor nem csak a képen belül, hanem egészen a képen kívül is tudom húzni, hát úgy nagyjából, amíg el nem kezdődik itt a jobb oldali eszközsávom. Tehát nagyon durva hatást is be tudok állítani, a középpontom, ahol nincs effektus, az ide fog kerülni valahová, itt pedig, ez már a széle, itt pedig nagyon el fogja tolni egymáshoz képest a színcsatornákat. És így nagyon érdekes, nagyon erőteljes hatást tudok elérni a végén. Tehát egészen ide húzom a sarokba, amíg lehet, ez eddig lehet elhúzni egyébként ezt a képet, sőt, akkor elhúzzuk még jobban, egészen idáig, és hogyha leokézom, vagy itt, vagy itt a center gombra kattintva, akkor látjátok, hogy milyen erőteljes hatás látható, és ugye nem is látszik olyan terület a képen, ahol nincs hatása ennek a színezetnek, vagy ennek a szín eltolásnak és ezután itt a Hue-val beállítok más színeket is, nekem egyébként ezek így tetszenek. Mondom, a radius ebben az esetben olyan nagy jelentősége nincs, bárhová is állítom, hiszen az már nagyon kívül esik a képünkből, illetve a zoom blurrel pedig nagyon erősen elmosom az egész képet, tehát se a zoom blur se a rotation blur nem nagyon javaslom, hiszen az nagyon durván beleszól majd a képünkbe. Viszont használhatjuk az effektusokat megint, tehát például egy kicsit itt lejjebb vesszük a vibranciát, talán olyan erősen nem kell, mert ott tesz neki. Egy kicsit a színeket mondjuk ilyen lilásabbak felé, és mondjuk a melegebbek felé toljuk el, megnézzük azért még a hideg inkább a melegebbek felé, és kész is a képünk, ami ilyen nagyon érdekes, igazán mozgalmas lett az is volt ettől a szín eltolástól, színcsatorna eltolástól még mozgalmasabb lett. És ha úgy érezzük, hogy a képünk készen van, akkor itt alul ezzel a gombbal, a szép fotóval tudjuk elmenteni azt a számítógépünkre. Aki pedig itt volt, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek, illetve majd tudjátok hasznosítani ezt az effektust. Ha így érzitek, vagy szimplán csak unatkoztok, akkor nyomjatok rá a like gombra, illetve, ha még eddig nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!